Korábban az éjszakai felvételek nyomán könnyedén figyelemmel követhettük, hogyan változik a tojások száma. Az elmúlt hetek alatt azonban a madarak állandó kotlásukkal megnehezítik helyzetünket. Az előző időszak felvételein is látszott már, hogy a vércsék csak hosszas fészkelődést követően képesek az összes tojást melegen tartani. Ez a nehézség a képkockákon most új szemszögből látható. A tojó ugyan ül a fészken, de forgolódása közben megfigyelhető, hogy vannak olyan tojások, amelyeket csak a szárnyával tud a testéhez szorítani, teste túl kisméretű ahhoz, hogy mindegyiket maga alá kotorhassa. A felvétel alapján tehát újfent megbizonyosodhatunk, hogy nagy számú a fészekalj, valószínűleg továbbra is 9 tojáson ül a vércse. A felvételen a szokásos délutáni események láthatóak. A hím zsákmányt hoz a tojónak, átveszi a helyét a fészekben. Láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy a nőstény madár elhagyja a költőládát, a pár még hosszú ideig kommunikál egymással. A fészekben maradt vércse üzen a tojónak. A madár a kotlás megkezdése előtt ezúttal is fészkelődik a tojások felett, rendezgeti azokat. A hímnek most sikerül ráülnie az összesre. De korábban már arra is láthattunk példát, hogy ilyen esetekben egy-egy tojás kimarad a vércsék alól. Az éjszaka csendje sem tartogat sok pihenést a költőládában tartózkodó tojó számára. Több felvételen is látható, hogy körülbelül óránkénti rendszerességgel forgolódik a vércse a tojások fölött. Ezen alkalmakkor a kifejlett madár is pihen valamennyit, amellett, hogy a fészek szélén található tojásokat középre görgeti, saját tollait is összerendezgeti, forog valamennyit a fészekben. Az éjszaka eseményei alapján tehát a madár óránként, másfél óránként változtatja helyzetét, ezen időszakok között azonban teljes nyugalomban kotlik a tojásokon. Jellemző ezekben a hónapokban, hogy a nőstény madarakon úgynevezett kotlófolt alakul ki, mely a hasi oldalon található pehelytollak megritkulásával jön létre. Ennek köszönhetően a madár könnyebben ad le hőt a tojások felé, mely azok életben maradásához szükséges. A felvételen a vércse éppen úgy fordul, hogy a kotlófolt miatt a kloáka is jól látszik. A költőláda környezetét figyelve az idő múlásáról is képet kaphatunk. A villanyvezeték alatti szántóföld aranysárga színe a gabona érését mutatja. Így június végével nem csak a fiókák kikelésében, hanem Péter Pált várva gazdag termésben is reménykedhetünk.